Kiféle, miféle ez a lincsi apát, ugye? Ez már egy több évtizedes kérdés, amit az olvasók föltesznek, de én magam is fölteszek néha magamnak. Az olasz csak azoknak tűnik könnyű nyelvnek, akik vagy az elején vannak, vagy sehol benne. Tehát ez a körülbelül a come stai, meg buonasera szint az ugye nagyon könnyű, meg gyönyörű, de azért olyan közel áll az olasz, az latin nyelvtanhoz, hogyha azt jól akarjuk beszélni, akkor azért az még több energiát igényel. Egy kínai piacon mentünk, és a kezembe nyomta egy árus. Nem mondott semmit, csak odaadta a macit a kezembe. És mi történt a macival? Én továbbadtam a kislánynak, akinek kopogót gyűjtenek, hogy hozzon neki szerencsét és egészséget. Olyan színes és dekoratív világban élünk mi. Igazából nem is nagyon gondolunk bele, hogy milyen mértékben pusztítjuk el saját környezetünket, mert olyan szépen kipárnázzuk és dekoráljuk a saját életünket, hogy mi ezt így nem veszük észre. És igazából a Bambikat lelövik ugye sorozat is erről szól, hogy ez maga a dekoráció és a színek világ annyira elviszi maga a témát, hogy észre sem veszed, miről van szó.